Sziasztok! Nagyot tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy mi nők kis angyalkák, szentek vagyunk, és csak a csúnya, gonosz, erőszakos férfiak lehetnek lelketlen sorozatgyilkosok. A történelemben igen sok nő tesz szert olyan hírnévre, amit vérrel alapozott meg. Szemrebben és nélküli férj és szeretőgyilkosságok, kórházi ápolónők, akik örökre elaltatták a betegeiket, és még nem beszéltem az angyalcsinálókról és a profi méregkeverőkről, de azokról se feledkezzünk meg, akik pusztán élvezetből vagy nyereségvágyból követték el szörnyű tetteiket. Most nyíljanak meg a magyar kriminalisztika női sorozatgyilkos aktái. Gerzsány Mária kisteleki bábaasszonyról évek óta suttogta a község, hogy bűntapad a kezéhez. Az 58 éves asszonynak 4 férje halt meg váratlanul, gyanús körülmények között. Azt is beszélték róla, hogy magzat elhajtással és lánykereskedelemmel foglalkozik. A csendőrség azonban hiába nyomozott, az asszonyra nem sikerült rá bizonyítani semmit. 20 alkalommal folyt eljárás ellene, de mindannyiszor felmentették. 1911 nyarán egy asszony fura történettel állt elő a kistelekre újonnan érkezett csendőrőrmesternek. Pálinkás Jánosné állította, hogy amikor Gerzsány Máriának férjéről panaszkodott, amaz 60 koronáért olyan szert ajánlott, amitől a férj meghal. A csendőr tanácsára Pálinkásné átadta az előlegnek kért 40 koronát, és a pénzért Gerzsány Mária egy szintelen folyadékkal teli Diana sósborszeszes üveget hozott. Teltek a napok, s mivel Pálinkás János csak nem akart meghalni, a bába asszony azt udakolta, ne adjon erősebbet további 6 koronáért. Ezt is átadta. Az országos bírósági vegyész megvizsgálta az üveg tartalmát, és abban egy ember megölésére bőven elegendő arzént talált. A csendőrség ekkor már korábbi ügyeket is megvizsgált. Kisteleken 1908. szeptember 13-án gyanús körülmények között meghalt Lévai József megyei útkaparó, aki szintén rossz viszonyban élt a feleségével. Lévai holttestét exhumálták. A vizsgálat kiderítette, hogy Lévai Józsefet kis adagokban beadott arzén ölte meg. A lévai ügyben letartóztatták Gerzsány Máriát, valamint 5. férjét, Török Antalt, továbbá az áldozat özvegyét és 2 másik rokonát. A kisteleki nép fantáziája egyből meglódult, 50-60 mérgezéses esetről beszéltek. A szegedi ügyészség rövidesen az asszony 2 legutóbb eltemetett férje, Fülöp Mátyás és Lackó János exhumálását is elrendelte. Mindketten ugyanolyan tünetekkel haltak meg, mint az útkaparó. Kistelek ekkor már forrongott. A Dél-Magyarország folyóirat pedig ekkor már azt feltételezte, hogy a sorozatos mérgezési ügyek nem álltak meg Kistelek határán, hanem az Alföld sok falujába elértek, mivel Gerzsány Mária praktikája évtizedeken át ismert és keresett volt az asszonyok között. Szólni viszont senki sem mert ellene, mert a babonás nép boszorkányos erőt tulajdonított az asszonynak. Hosszasan cikkeztek róla, hiszen a nép mindig szeret valami megrökönyödni. Így írtak akkoriban a tettéről. Itt lakik a falu szélén a saját úri portáján Gerzsány Mari, aki 25 esztendei működése alatt valósággal föllendítette a koporsósipart. Az ő laboratóriumában, amely egy rejtett helyen volt elfalazva, mindenki talált gyógyszert. Voltak ott kenőcsök, porok, mérgek, csipeszek, fogók, mindenféle műszerek. És az üzlet kitűnően ment. Mégpedig árszabály szerint. Mérgezés 10 koronától, magzatelhajtás 20 koronától fölfelé. A Dél-Magyarország naponta adott hírt, és napról napra jobban kiszínezte az ügyet. Július 30-án már a méregosztó tetemre hívása alcímmel számolt be arról, hogy az öregasszony rezzenéstelen arccal nézte végig, ahogyan 2 korábbi férje holttestét kiássák. Egy vonása sem árult el, hogy ezt a bűzös hullát valamikor ölelő karjai között becézte. Írta a korabeli hírlapíró. A lap még a törvényszéki fogda sétájára is elment Gerzsány Máriát megnézni. De hiába volt erős a gyanú, az asszony tagadott, és arra pedig nem volt bizonyíték, hogy valóban ő adagolta volna Lévainak az arzént. Augusztus elején előkerült az 5. áldozat, és újabb exhumálásra készültek a kisteleki temetőben. Egy névtelen feljelentés alapján feltételezték, hogy az 1909. januárjában elhunyt Sisák György gazdálkodó halálában is közreműködött Gerzsány Mária. Az új áldozat felesége fiatal volt és állítólag szeretőket tartott. Egy ismerős azt vallotta, Sisák halála után a bábaasszony ezzel az üzenettel küldte őt Sisáknéhez. Mondd meg Sisáknénak, hogy küldje már el a tartozását, mert baj lesz. Egy hét sem kellett, már a 6. áldozat exhumálásáról is beszéltek.
Özvegy Farkas Károlyné 1910 márciusában halt meg. Róla azt beszélték, hogy az örökösöknek állt útjában, és megint csak Gerzseny Máriához jutottak. Ássák a temetőt, írta a címében a Dél-Magyarország szombat délutáni száma. A kisteleki nép előzönlötte a temető környékét, és az egész útvonalon sorfalat álltak az emberek. A lap szerint a falu népe istentelen cselekedetnek tartotta az exhumálást, és a túlzóak azt terjesztették, felássák az egész temetőt. Sokan attól is tartottak, hogy Gerzseny Mária miatt még többen kerülnek a csendőrségre. A vádirat 1912. januárjára készült el. Az országos vegyész megállapította, hogy Lackó Ferenc, Lévai József és Sisák György egyaránt arzénmérgezés következtében halt meg. A vádirat szerint a gyilkosságokban a feleségek is bűnrészesek. Gerzseny Mária korábbi három élettársáról a kor ismereteivel nem sikerült megállapítani a mérgezést, mivel holttestük már régóta nyugodott a sírban. A méregkeverő asszony és a mérgező feleségek tárgyalását 1912. március 15-én kezdték meg. A korabeli Dél-Magyarország jegyzőkönyv hitelességgel közölte a tárgyaláson elhangzottakat. A per során egy alföldi község viszonyai rajzolódtak ki. Haragosokkal, kuruzslókkal, babonákkal, biztosítási csalással, orvosi hozzánemértéssel, alkoholizmussal és megromlott házasságokkal. Kiderült például, hogy az arzénnal megmérgezett embert három orvos is látta, és mindhárom diagnózis ostobaság volt. Kiderült, hogy az egyik áldozatnak azért kellett meghalnia, mert tudott arról, hogy a frissen biztosított házat a tulajdonos családja felgyújtotta. Kiderült, hogy az egyik áldozat fiatal felesége félrelépegetett, és útjában volt a férj. A koronatanúról pedig azt vallották, hogy maga is kuruzslással foglalkozott, mire a község orvosa csak legyint, hogy sok itt a kuruzsló kisteleken. És akadt tanú, aki a kisteleki takarékpénztár kirablását tervezte. Végül ez az egész egy pletykás, irigy, haragtartó falusi közösség legrosszabb formáját mutatta meg. Egész falu a másikra mutogat, mindenki gyanús, mindenki áldozat, mindenki bemártja a másikat a rendőrségen. Amolyan dögöljön meg a szomszéd tehenne attitűddel folyik a tárgyalás. Lassan mindenki a másik ellenségévé válik. A Dél-Magyarország tudósítója így kommentálta a nem mindennapi bohózatot. Az bizonyos, hogy ennek a bűnpörnek a tárgyalásán furcsa színben tűnik föl a jó öreg falusi erkölcs. Az egyik szereplő a pólai tengerésztől a kisteleki vasúti bakterig váltogatja a szeretőit. A másik csirkecsonttal, szőrrel és pocokfarokkal bűbájol. A harmadikat meg tetszetősebb forma okán kiszalmázza a bába asszony. Az már megszokott történet, hogy az átutazó színész családanyát hódít, és a Schuster felesége is kuruzsol. Most egy kis részletet mondanék el a tárgyalásból, ahol Sisák Györgynél vallomása szerepel. Ő volt az, aki Gerzseny Mária közreműködésével megmérgezte a férjét. Az elnök kérdezi, bűnösnek érzi magát? A vádlott. Nem. Hány évig élt együtt a férjével? 9 évig. Azt mondják a tanúk, hogy maga szeretőket tartott, emiatt mindig perlekedett az urával. Amikor aztán már nagyon útjában állt, eltette láb alól. Ez rágalom. És az a vád, hogy a mérget magának Mária juttatta, amikor a bába asszonyba akarta hajtani a méreg árát, szívódtak. Én csak Gerzseny Mária urának tartozom a cipő árával. Maga nem szerette az urát, azt mondják, hogy mindig mások után vágyódott. Nem igaz ez. De mindig levelezett és a szomszédjához kapta azokat. Mire a tanú nem felelt. Gerzseny Máriát a bíróság életfogytiglani fegyházbüntetésre, Sisák Györgynét pedig 15 éves fegyházbüntetésre ítélte. Lévai Józsefnét felmentették. A kúria helyben hagyta az ítéletet, Gerzseny Máriát Mária Nosztrára szállították. Sisáknél még megpróbálkozott az újratárgyalással, de a törvényszék nem fogadta el beadványait. Még tárgyalták Gerzseny Mária esetét, amikor kiderült, mérges pusztán egy másik javasasszony, Rácz Jánosné is arzént osztott. És még abban az évben Apátfalván is találtak egy méregkeverő asszonyt. Ezzel azonban nem ért véget Gerzseny Mária története. Az ítélet kihirdetésekor 58 éves asszonyt 1919-ben 66 éves korában a proletár diktatúra során ideiglenesen kiengedték a Mária Nosztrai börtönből. Hazatért Kistelekre, ahol ismét kuruzslással foglalkozott, és állítólag régi hírét is visszaszerezte. Azonban történt egy kis fordulat. 1919. december 13-án ezúttal ő vádolt meg méregkeveréssel két kisteleki asszonyt.
Állítása szerint a két asszony mérget kért tőle, és meg is egyeztek, hogy eljönnek a szerért a házához. Addigra azonban a bába már bejelentést tett a csendőrségen, és letartóztatták a két asszonyt. Céljuk az volt, hogy egyikük részeges férjét eltegyék láb alól. Gerzsány Máriát 1920. március 19-én mégis a csillagbörtönbe vitték, hogy folytassa életfogytiglan tartó büntetését. Köszönöm, hogy megnézted a videómat! Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra! Sziasztok!